Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövess be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngészőbe írd be, hogy www.facebook.com/jusumusu, majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjáték, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon is, kukacjusutv néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Itt volt a buli. Szépen finoman benézünk. Aha! Bim! Uram, miért fog rám? Jó napot, uram! Hát ugye a ruházata eléggé gyanús. Tessék mondani meg ezt? Eléggé gyanús a ruházata, uram! Azt tudja, hogy ezeket a ruházatokat körözzük. Tessék? Ne haragudjon, majd falsan ruhába voltam. Ja, értem, értem. Azt tudja, hogy ez legközelebb nem lesz kifogás? Ez nem kifogás, hát falsan van. Aha. Uram, megtenné, hogy fölemeli a kezét? És az autóra teszi? Leakasztom az úrról. Hallunk, igen, éppen egy gyanúsítottat fogunk el, és visszük majd az őrse kihallgatni. Jó, egy úzit leakasztottam. Valaki keresztül is kell szólni, hogy el is vettem tőle, meg is bilincselem az urat. Tedd be a kocsiba, azt menjünk innen, mert jönni fognak a haverjai. Be is rakom az autóba, vigyük is. Na, elkaptuk az egyik kis kulákot. Gyanús volt itt az úriember. Ne! No! No! No way! Morel van tep. Iha. Tedd fel a kezed, szállj ki az autóból! Tedd fel a kezedet. Fordulj meg. Most mi a probléma? Fordulj meg. Átöltötte a pirosod, aztán nem álltál meg. Nem is hallottalak. Hát azt látod, hogy mögötted jön egy rendőrautó. Állj csak oda az autóhoz! Nézzel, csak gyorsan kéne cselekedni, az a baj, hogy valakinek fedeznie is kéne, mert ketten vannak. Állj oda az autó elé! Állj oda az autó elé, feltett kézzel, légy szíves. Mind a kettőtöket. Átnézem a másik urat is, nadrágjától egészen a kabát a zsebéig át. Óvatosan! Belenyúlok a zsebébe. Enni a hetek? Hűha! Aszta! Maradjanak úgy, nem mozduljanak, ha megmozdulnak, lövök! Őha, azért nem lesz jó buli. Annyira tudtam. Ez igen tesó. Nézd meg! Ez az igazás. Na, majd később Tali, cső! Oké, hello! Nézd ma, hogy jön. Hát itt mi van itt? Biztos úr! Igen? Jó napot kívánok! Szép jó napot! Az egyik fellépőről lecsúszta. Szeretne azért előadni a produkcióját. Készült rá, egész nap készült. Egész nap készült rá? Semmi van. Hát meghallgatom, de mennyit fizetnek érte, hogy meghallgassam? Tudják azért a munkaidő drága. Hát az önnek lesz öröm, hogy hallhatja ezt az életet. Ja, maga fizetnek ebben! Állom a benzinpénzt! Állja a benzinpénzt? Há! Jó van, 200 elvesz. A faszom, ja? Tessék? Semmi, adok egy 20-as, jó? Hát az, amíg tegyünk hozzá egy nullán. Rendőrség elő. 20 meg 0, ez még mindig 20 000, uram. Mennyi ideig tart ez a koncert? Na, de akkor csak meghallgatja, ha már készült egész nap. Hát, tudja mit, meghallgatom, félreállok. Na, köszönjük. Jó? Boci, boci, tarka, se füle, se farka. Hát, ha vannak tudom, hova megyünk tartni, hova megyünk tartani. Ez nagyon minőségi. Oda nem rossz, nem rossz. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Nagyon. Igen, ugye ez a fiú? Igen. És aztán hol a másik beatboxot? Van tovább is. Csakolád egy komoly beatet, de akkor itt most rak rá azt a szöveget. Hát akkor segítsék. Hát de miben segítsek, ha megy egy ritmusos rap, nyomjad rá. Itt vagyok én, a Kálmán gyerek. Na, valahogy így nyom rá, mehet? Hát én nem tudok.
Akkor te Kálmán gyerek, te nyomjad rá, te vágod, csak nem tudom. Nyomjad a boci boci. Ja, a boci boci csapasd, na figyelj! Boci boci tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, abból tejet kapni. Ez eski jó volt, hallod? Ez meg esküszöm jól is volt. Hát azért ez jó volt, uraim, valljátok. Olyan jó volt, hogy mindjárt leruglak a motorról. Ennyi, kiestem. Azt a betyárja. Kitolta ilyen jó, kitolta ilyen jó. Nem semmi. Aztán... Jaj! Na, azt tudja, hogy ez büntetett dolgok lesznek itt. Vegye a kezét az autóról. Esküszöm, nem oda akartam ülni. Hát mi az, hogy hova akar? Mi az ölembe akart? Hogy hova akart? Hát oda terveztem. Igen? Na mi van, te még mindig taxis vagy? Uraim, menjenek tovább kérem, jó? Menjenek tovább kérem. Haverotok? Mi? Téged, titeket hívott. Biztosul, itt van a kamerjai, őket hívtam. Uram, menjenek tovább kérem, jó? Rádió, segíts! Bazd meg. Álljon meg, tegye fel a kezeket. Fel a kezeket. Kurva életbe, a büdös kurva életbe, hát hogy tetszik maga lenni? Figyelj, jöjjön velem, seg már lesz baszva. Állok a legközelebb lepuffantalak, hogyha odaálltok. Jó van, geci, jöjjön maga, okay. Jöjjön maga. Ha, ha, ha. Haladjunk. Na jó van, igyekezzünk befele, jó? A bárba, jó? Jöjjön, biztos úr! Semmi gond, na várjon, biztos uram, nem lesz gondja, csak jöjjön velem, jó? Mi van, papi, nem vagy kielégülve? Na gyerekekkel elfelezzünk, te is ebből lesz elbaszva, nem csak a rendőr. Nyugodj, vannak itt komoly indulatok! Még egy szó, azt le lesz tapasztva a szád, jó? Na, uraim, válaszoljanak már nekem pár kérdés egyébként, de rendőr urakra gondolok most. Hát mondjuk egy kíváncsi, hogy a rendőrt lehet rabolni amúgy. Hát elkaptuk. Hát most ez van. Jó, jó. Csak fogadjuk, uraim. Semmi gond. Miben segíthetek az uraknak? Válaszlag amúgy. Hallod, rendőr van maga, nekem nagyon ismerős a hangja. Tényleg? Nem emlékszik egy fehér ruhás sasra? Fehér ruhás sasra? De emlékszem. Igen, igen. Emlékszem rá. Aha, én tetszik lenni, emlékezni, még velem tárgyalni. Ó, magaz, magaz! Én tetszik lenni, mert most akkor jön az a helyzet, hogy maga tudtom, a követett minket, ugye? Honnan, hova? Én nem tudom, azt az információt kaptam, hogy maga követett minket a boltrablás után, és nem az lett megbeszélve. De ezt az információt honnan tudja? Állj a rendőr mellé. Hát a hegyről látták magát. Nem, hát igen, biztos, hogy nem láttak a hegyről. Róban uram, magának elhiszem, de akkor most hogy van ez így akkor? Hát én nem tudom, miről beszél, uram. Olyan információkat közel, amit még én se tudok. Csak emlékszik hát rám akkor. Hát nem emlékszem ilyenre. Emlékszem most egy sas, de igen. Nem, nem, várjon, most, hogy így mondja, beugrott nekem egy sas, de az olyan buta volt, mint a seg. Figyeljen rám egy kicsit. Igen. Emlékszik egy formosztán? Most mindenki azt kérdez, hogy én emlékszek-e valamire? Hát ki tudja, lehet emlékszik. Pornósztárra? Töredék. Nem, emlékszem pornósztárra. Ford Mustang, hülye gyerek, most basszak tartom. Ford Mustangra, azt hittem pornósztárra. Hát ne haragudjon uram, nagyon sok Ford Mustangra emlékszem a városban. A szopás süket itt, bazd meg! Ja, akkor lehet magáról beszél az úr. Lehet. A driftes, tudja. Emlékszem, igen. Menjél. Emlékszik, nem jól van, akkor a memóriája még a régi egyébként. Ó, azzal nincsen ezt probléma. Hát, ezt lehet el kell felejteni, ja, majd, de úgy... Hát, lehet. Csatlakozik. Jaj. Ebben a pillanatban. Kicsoda jön ide a sas? Nem. Szedem! Csak ne bántsanak! Csomagtartóba kéne még belenézni. Micsoda ötletek, uram, micsoda ötletek? Álljon félre! Ó, üres! Álljon félre! Az gond? Az nagy gond! Égetszi! Csak figyeljetek rá, hogy megpróbál valamit. Meg! Te egy ember álljon oda rá, és tartsa rá a fegyvert. Bocs, véletlen volt. Hadd köszönjek el, Tónyó! Takarodj onnan! Náragudj, Tónyókám! A legjobb barátom voltál! Elkapom azt a csávót, aki ezt velünk csinálta, megígérem, Tónyó! Ezony, elkapom! Visszajövök a sírból is! Kivágjátok a belemet, akkor se fog egy szót se szólni. Ez mi volt?
Lol. Terezkessél kicsit. Ezt te betyár mindenségét. Ez nagyon jó volt. Na még egyet. De hol a kés? Hagyjad kicsit a kés, kapjuk le, vagy két ujját. Gyere ide. Hát ne bántsanak. Vagy két ujját tágjuk le. Ne bántsanak. Háromra akkor mindenki. Célozza. Igen. Várom. Kettő. Tűz. Akkor kezdte azt, miért tudom én, kis körömleklemosót, meg ilyeneket, aztán... Ezt így kell elmagyarázni neki, bátyám, hogy én most nekem közasszonynak kell, meg minden. Na jó, de aztán nem fog izé baszakodni itt velem, mert hát érted, az olyan, hogy nagy tételbe izé hoznám itt el a dolgokat. Azt, mintha én izé bármit akarnék itt vele csinálni. Azért lehet nálad csak öt bátyám. Ja, mert az még legális? Hát nem igazán, mert ezt másra használják. Mire használják ezt? Gyere be, benn vagyok. Hát nem tudom, ez egy információ, és az információ az nem ilyen van sajnos. Uh-huh. Figyelj, már mennyit kérsz szépen? Hát nem sokat. Na mennyi? Egy ötöst. Egy ötezrest? Nem, bátyám, 5 millió. Mennyit? Ajajajaja, hát figyelj! 5 millió? Na figyelj ide, bátya, hogyha én ezt neked az információt elmondom. Hallott, Tony, figyelj már! Ez a buzi 5 milliót akar tőlem kérni. Miért? Mi? Miért vagyok buzi? Hát de figyelj már, hát le akarsz húzni. Én akarok lehúzni. 5 millióval, hallod, nyílt ki. De csak vicceltem. Nyílt ki. Mi van? Várjál már, bátya, én akarok neked segíteni, azt hittem nyílt ki. Hát 5 ér, figyelj már. De várjál, legyen 4. De, hát hallod, kiakadok, hát tudod hány ilyen kis izé csőlepedő van, akik ide jönnek, aztán azt mondják, hogy információ, aztán izé 10 millió, 20 millió, bár? Hát meg ilyenek. Ilyenek jönnek hozzám, ilyen csőlepedő. Jó, oké, akkor beszéljük meg úgy, hogy megmutatom neked mindent, és utána fizetsz. Ez az. Hát ez már nem az. De hát akkor már szépen beszélgetünk. Hát de így már más a helyzet. Hát ez így már azért nem rossz. Értelek, nem rossz a buli. Uh-huh. Szivárog a kássió csatlakozási igen? Pontnál, és a láng nem egyenletes. Igen, olvasd tovább a kérdéseket. Meghúzom a csavart, figyelmen kívül hagyom, kicserélem a gumitömítést, és a cső végén a csatlakozó. Kicserélem, harmadik. Rányomtam. Ezt tudtad volna, Tonyo? Minden rendben van, a láng igen. Egyenletes. Jó, oké, megyük tovább. De ez hány kérdés az volt anyag, már, ez már simán az anyag elkezdett buborékolni és gőzölök. Teszek igen. Hozzá akkumulátorsavat, lejjebb veszem a hőmérsékletet, vagy csökkentem a nyomást. Lejjebb veszem. Jaha! Azt a kurva! Írjátok el, csávon! Szerintem is átbaszott. Hát szerintem, hogy lejjebb veszem, akkor az nem jó, de nem vagyok benne biztos. Tonyo, még élsz még? Jéha! Azt a kurák mindenségét! Őkőlel fenyegetsz, hogy esetleg van... Hát most elővegyem a fegyvert, vagy pedig megelégszel ezzel, ami van. Hát ha előveszem, akkor ki is nyírlak vele. Na mi legyen? És mi volt, ha nem lesz időd rá? Azt a betyárját, te most fenyegetsz engem? Tesó, én azt mondom, hogy megfenyegetlek, nem lesz időd rá. Azt kemény azt mondom. Vagy. Fogadjunk lesz? Figyelj már, tedd el azt a kést, haver, ne legyél szánalmas, mert ott néznek téged még a haverjaim. Tényleg? Aha. Hát, én szóltam, tesó. Vagy elteszed azt a bököt, vagy nagyon csúnya vége lesz a dolognak. Én azt mondom, hogy most ki kéne pakolni. Hát én is azt mondom, hogy ki foglak pakolni, aztán meg elásnak ott a picsába. Hát most szerinted hát most beszélnék úgy, hát most... Változott a szituáció, hát változott a tesó, legalább öten fogják rád a fegyvert. Szerinted túl fogod élni a napot? Rám hívnak egy mentőt, téged meg szarrá kupurnyálunk. És hol vannak azok? Jöjjenek elő. Hát biztos, jöjjenek elő, te előjönnek, te meghalsz. Hát szerinted én viccelek? Nem, nem hiszek neked, én nem hiszek neked. Hát figyelj, most hiszel vagy nem hiszel, ez lesz a szituáció. Úgyhogy most fogom, ebbe beülök a kocsitba és elviszem a picsába. Na mit szólsz? Nem engedhetem meg. Nem engedheted meg? Nem. Fütyüljek egyet, szeretnéd? Gyerünk. Fütyülök, de akkor jön a fejlövés. Biztos ezt akarod? Mi van, hogyha én most meg fogok beülök az autóba és elmenekülök? Hát, esetleg még ezt megengedem. De akkor nagyon gyors legyél, mint a villám.
Na, csücsbe, pattanj be abba a kocsiba, nem bántalak. De tedd el azt a kést, mert nagyon ingerült leszek tőle. Beszorok, hallod? Jó, de hogy nem bákodtam orrba. Hallod, nem volt nálam semmi, basszus. Na nyomjad neki! Régi barátok, veletek vagyunk. Haj, 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 csapa ragad a show. Lefolyik a tartalom, régi barátok, fejbe foglak lőni. Csapa ragad a show. Lefolyik a tartalom. Megöljem a bulit. Hát nem, hogy vért elsőjön ez a fegyver. Gyerünk énekeld, mert a csőm sülni fog. Nyomjad. Lefolyik az arcomon. Nyomjad. Régi barátok. Vissza lépett a sávó. Veletek vagyunk. Hogy lépett vissza, amikor kinek van a rég? Vissza lépett és kilépett megint. Ja, meg oda nem tudt fejjel egy. Azaz. Nyomjad. Gyerünk öcsét, gyerünk cegány. Tudor, téged nem tudtatok meg táncolni, látom? Éha, ez igen! Hallod? Hát ezt ki nem néztem volna belőled! Mi lenne akkor, hogyha most vétre elsülne ez a fegyver? Nagyon megölném a bulit, szerintetek?